Következő adásunkban Ligetvári István építésszel beszélgettünk Istenről, emberről, halálról, a trafikkörről és természetesen építészetről. Várjuk Önöket! Ligetvári Istvánnal beszélgetünk, és ha én végig mentem mondjuk ezelőtt 20 évvel a városon, és épületeket néztem, akkor mindig tudtam, hogy melyik az az épület, amelyiket te tervezted, mert azt mondtuk, hogy ez olyan ligetváris. Szerinted ez a meghatározás, hogy olyan ligetváris, ez alatt mi mit érthettünk? Hát, hogy ligetváris. Igen, ez egyrészt jó, hogy ezt hallja az ember, másrészt ugye visszaigazolás is arra, hogy valamit tesz, de semmiképpen nem félreértendő, hogy én olyan fajta építész lennék, hogy bárkire ráerőltetek bármit. Én azt tartom jónak, hogyha egy épületen, gesztusaiban, formájában benne van a megbízónak is a lelke, az egyénisége, de fölismerhető az építész is. És mondjuk akkor így kliséktől talán mentes. Ez egy nagyon érdekes dolog építésznek lenni, mert egy picit úgy érzem, hogy határán van a művészetnek, és valami fajta olyan tevékenységnek, ami tényleg a használhatóságot szolgálja. Te hova helyeznéd magad ebben? Hát én mindenképpen művészetnek tartom, mert a művészet nem pusztán az ábrázolás vagy a kifejezés, hanem olykor, hát maga a kreativitás. Tehát egy gépi konstrukció is lehet művészi. Én hitem szerint, ez egy tág fogalom, valahogy úgy fogalmaznám most ebben a pillanatban meg, hogy az a művészet, ami képes érzelmet hordozni és ki is fejezni. És ha valaki nyitott felé, mert nem mindenki nyitott, tehát attól még a művészet létezik, tehát ha valaki nyitott, akkor ő ezeket a kis rezgéseket megérzi. És akkor én ezt már úgy művészetnek nevezem. Aztán van amatőr művészet, profi művészet, stb. Ez nagyon érdekes, mert a te életedben a közösségi lét, az tulajdonképpen már nagyon hamar, nagyon fontos volt, mert úgy tudom, hogy te már az egyetem alatt is egy ilyen szervező típus voltál. Jó utánam néztél, de tényleg, én most gondolkodom azon, nem is az egyetem alatt, még azelőtt a főiskola előtt, hogy mikor a főiskola előtt én dolgoztam fizikai munkásként, sőt, mikor még gyerek voltam, foci kupát szerveztem, Alsófalu, Felsőfalu, Kantinudvar című csapat, az ismerősökből, barátokból verbulázott csapatokkal, tényleg. Igen, ez úgy bennem van. Szerintem ezt valamelyik felmenőmtől kaphattam így a génjeimben, mint üzenetet, hogy nekem ezt kell csinálni, és valóban ez összefügg a munkámmal. Azért az egyetemre céloztam, mert ott komoly napokat hoztatok össze.└Igen, ezt most meséljem el? Meséld el, persze. Hát tulajdonképpen hosszú lenne a mese, nem tudom, hogy ragadjam, hogy rövid legyen. És nevezzük főiskolának ezt, mert ott történt, egyetem később volt, de gondolom erre akartál utalni, vagy emlékeztetni, hogy mielőtt én fölvételt nyertem a főiskolára, a Pécsre, akkor volt, tehát népművelősködtem is, miközben kőműves is voltam, meg minden, és akkor volt egy ilyen játékmesteri tábor, ahol egy rádió, Dénes Gábornak hívták, egy rádió főszerkesztő vezette, és egy pályázatot hirdetett, ahol egy forgatókönyvet kellett írni egy egésznapos rendezvényre. Na most azt én nyertem a Zagyvaváraljai lovagi játékok címmel, és akkor bekerültem a főiskolára, akkor ugye voltak ilyen rivalizációk a különböző szakok között, és én magasépítő voltam, és az intézetigazgató mondta, hogy nincs-e valami ötletem, hogy végre már magasépítő szakon is történjen valami izgalmas. És akkor bevillant, hogy hát csináljuk meg, adaptáljuk ezt az agyvavárai lovagi játékokat, és ezt úgy 3 napba kibővítve megcsináltuk. Lang Györgyit ott ismertem meg, mert a Pécsi Színházba elmentem jelmezé, és hát a jelmeztárban éppen ott volt Lang Györgyi, tovább nem mondom, mert aztán szállnak a média, hogy miket láttam én a tárban. Igen, és ez nagyon nagy sikere volt, egy nagyon klassz 3 napos buli volt, és nagyon jó összehozta a társaságot. Említetted, hogy dolgoztál kőművesként is. Az, hogy te ismered azt, hogy mondjuk egy ház hogyan épül meg az alapoktól, tehát hogy nem csak a papíron kell tudni ezt megálmodni, hanem ennek a fizikai részét is kipróbáltad. Az neked ad a te munkádhoz? Tehát ad hozzád szerinted, mint építész? Ad, de nem azt adja, hogy most, hogy én elmennék falazni, rögtön tudnék. Egészen mást ad. Azt a fajta vizualizáló készséget, ami igenis szükséges egy építésznek, hogy gyakorlatban élőben találkozzon azokkal a tárgyakkal, téglával, csomópontokkal, amit megrajzol.
olyan szempontból is, inkább a készség kialakulásában segített, hogy én legyek kíváncsi arra, hogyha bárhol vagyok, én mindig nézem a részleteket most is, főleg amilyen házat tervezek, rögtön kiszúrom egy építkezésen, hogy most milyen csomópont van ott, ami nekem jó lehet. Ebben tudod segíteni. Azt én nem hiszem, hogy 30 évvel ezelőtt kimondani is nehéz én, mert sőt, ácsoknak is dolgoztam, és fantasztikus dongaboldozatokat zsalusztunk ki, hogy én most aztán nagyon tudnám, hogy hogy kell ezt még akár merevíteni is, vagy megállítani. Szóval inkább így, hogy olyan víz, olyan készség tud kialakulni az emberben, vagy egy hajlam, vagy egy indítatás, hogy tudja, hogy mire nézzen a világba, hogyha ő mindig frissen akarja tartani magát. Inkább ez. Van benned egy ilyen eredendő kíváncsiság? Tehát, hogy a főiskola után még egyetemre mentél. Tehát, hogy fontos volt az, hogy minél jobban elmélyedj abban, amit csinálsz? Igen, de szerintem nálam inkább a önértékelésemért való harc volt végig, mert én egy rossz tanuló gyerek voltam. Édesapám... Ezt most nehéz elképzelni. Igen. Hát igen. De hülyék közé nem tartoztam, de nem tartottak hülyének, csak én szerintem ilyen későn érő típus vagyok. És hát én szakmunkás kézőbe szánt édesapám, emlékszem, hozott egy ilyen kótyagos szakembert, és mondta, hogy itt van a fiam, csináljunk belőle valami jó szakembert. És hát nem az lett, tehát ebből egészen más út lett, és inkább ez a fajta minél elindult 18 éves korom után ilyen tudatos tanulás az érettség után, hogy igenis én akarok valami lenni. Inkább ez volt az, hogy a önmagam való értékét helyén tudjam kezelni, ezért próbáltam mindig képezni magamat, meg szerintem bennem van valahol az újnak a keresése, a különlegesnek a keresése. Nem a duranásnak, csak mondjuk a hétköznapi, ami kicsit kilendít mindig abból, hogy bármikor is elsivárosodna az ember élete, hogy automatikus cselekvések sorává válnának a napjai. Inkább ezek voltak, amik úgy inspiráltak. Az önértékelésnek a keresése. Ugye a te munkádban azért alapvetően van két nagyon jól megkülönböztethető irány, az egyik a családi ház tervezés, a másik pedig a középület tervezése. Egy családi ház nem annyira közösségi célokat szolgál, de azt gondolom, hogy egy család vagy egy ember életében a legfontosabb, és azt szeretné, hogy az legyen a legjobb és a legklasszabb. Amikor te elkezdtél Dabason családi házakat tervezni, mennyire voltak merevek a gondolatok azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell kinézni egy családi háznak? Amikor elkezdtem, nagyon merevek voltak. Tehát egyrészt igazán nem is volt olyan tehát kinyílott, vagy kiterjedt a vizuális környezet az embereknek, tehát igazán a 60-as, 70-es éveknek azokra a megszokott, nem a kockázra gondolok már későbbiekre, ezekre a oromfalas, kétszintes épületekre, tele van a környékünk ezzel. Tehát ezek voltak összesen a környezetükben, amiből táplálkoztak, és ez elég statikus volt. Jó magunknak is szűkebb volt az a fajta tér, amiben úgy vizuálisan mozogtunk, úgyhogy ez látszik is azokon az épületeken. De valahol megtanultam én annak idején, hogy az egyszerűség az mindig jó tud lenni. Ha valamit túlbonyolítunk, ott megvan a hiba lehetősége, és van a túlzottság lehetősége is. Az elején inkább ennél próbáltam maradni, de mindig belevinni valami újat. Tehát ami akkor lehetőségem volt, Farkas Gábor irodájában dolgoztam, ami szaklapok akkor megjelentek, az Országépítő, a Kóskároly Egyesületnek a szaklapjai, nagyon más nem volt, ezek is ilyen belső terjesztésű fénymásolatok voltak. Azokból próbáltam meríteni gondolatokat, ötleteket, amit hozzátettem mindig ahhoz az igényhez, ami mondjuk egy ügyfélnek volt. De családi házat tervezni a mai napig szerelem. Tehát ez egy egészen más dolog. Itt az ember az ügyfelével, ha neki van igény, hogy házat tervezünk, mert van, akinek nem kell feltétlenül tervezni neki, hogy alaprajz jó, vagy fölépítik, és igazán nincs rá igény. Ezt nem pejoratíve mondom, ez tényleg van, akinek ez nem létkérdés, hogy milyen térben, milyen közegben töltél az idejének nagy részét. Tehát lényeg az, hogy ott ez egy intim dolog. Tehát ott én az aurán belülre kerülök az ügyfelemmel, és együtt ismerjük meg azt a folyamatot, amiből már létrejön az ő háza. De ezt úgy kell érteni, hogy neked meg kell ismerned az ő szokásait, azt, hogy ő hogyan él, hogyan szervezi a napjait? Így van. Ez van elcsépeltnek tűnik, mert ezt úgy szeretjük mondani, hogy hát úgy kell tervezni, hogy megismerjük minél jobb, de igen. Egész egyszerűen most például egy hálószoba, egy éjszakai zónának a tervezése, ott kifejezetten kell intim határokat súrolni, egy bidének a léte például. Hát ettől intimebb nincsen, vagy a WC-nek a léte, vagy hogy neki milyen fürdési szokásai vannak, ezek olyan dolgok, hogy vagy egy gardrobnál.
És még nem a részletekről beszéltünk, amik valóban belsőépítészleg is megtervezzük, de hogy én úgy alakítsam ki azt a teret, hogy azt, amit ő szeretne, az ott elférjen. De ugyanúgy egy étkezőnél, hogy élnek, tehát hogy ott állandóan 6-7-8-an jönnek össze, vagy csak mindig ketten lötyögnek éppen a konyhába, vagy szeret-e főzni az úriember, vagy az illető asszonyka. De buta szó volt ez az asszonyka. Esztétika vagy funkció? Esztétika és funkció szorosan összefüggve. De van olyan, hogy van olyan szempont, amikor az esztétika fontosabb lehet, mint a funkció, vagy mondjuk a személyes vágyak. Tehát, hogyha én mondjuk azt mondom, hogy szeretnék az ágyamból kiugorva beugrani a fürdőkádba, akkor erre van lehetőségem. Igen, bár én az egyensúly mellett teszem le a voksot, de ezt el kell, én magam is emlékszem, meg is fogalmaztam az én családi házamnál, sokszor a lelki komfort nekem fontosabb, mint a funkció törvényszerűsége. Tehát lehet, hogy nekem föl kell menni a második emeletre az okné, most mondtam valamit, de valami miatt nekem fontos, hogy ott legyen az okné. Most ez eléggé szélsőséges példa volt, inkább leszűkítem akkor arra, hogy igen, el lehet. Inkább belül, mint kívül, mert belül azért mégis egyéni döntés kérdése, hogy az én közérzetemet milyen millió tudja kiszolgálni, de kifelé már azért felelősség. Tehát ugyanúgy, mint ahogy öltözni is úgy öltözünk, hogy oké, úgy, ahogy akarunk, de azért, ha valahová megyünk egy közösségbe, ott azért tisztelni kell azokat a normákat, amik ott vannak. De az nem azt jelenti, hogy ott ugyanúgy kell öltözni, mint mindenki más. Egyébként olyan van például, hogy valaki megjelenik egy teljesen kész elképzeléssel nálad, és azzal keres meg, hogy ez mondjuk kivitelezhető-e statikusan egy adott épületben? Hát... Én nem, ez jó kérdés egyébként, tényleg jó kérdés, de inkább azt mondom, hogy igen, annak jó tervezni, akinek van konkrét elképzelése. Tényleg? Én azt hiszem, hogy fordítva van. Hát nem, de ez nem azt jelenti, hogy néhány kérdés után kiderül, hogy az elképzelés megáll-e vagy nem feltétlen statikailag, de kétségtelen, hogy a leggörcsösebb, legnehezebb munkájomból, hál' Istennek nem volt sok, az volt, amikor az illető nem tudta, hogy mit akar. Millió kép volt a fejében, meg az is tetszik, plusz még be is folyásolta mindenki. Ugye foci az építészet, ez mindenkiért. Mindenki épített már házat, és onnét már csak diploma kéne, hogy praktizáljon. És lényeg az, hogy teljes a káosz. De az, akinek van határozott elképzelése, aki ezeket képekben, vagy akár el tudja mondani, annak öröm tervezni. Tényleg pillanatok alatt hullámhosszra lehet kerülni. Úgy, hogy még hozzáteszem azt is, ami én vagyok. És ez nem mindig esztétikát jelent, nem mindig díszítő kütyüket jelent, hogy na most ez vagyok én, mert oda csinálj egy boltívet, vagy egy, mit tudom én, milyen vakolat díszt. Jó, hogy említetted a díszítő kütyüket, mert én azt látom a te épületeiden, hogy első ránézésre nincsenek rajta díszítő kütyük. Tehát, hogy van egy konkrét forma, ami nagyon domináns, ami kiemelkedik a környezetéből, de első ránézésre nagyon egyszerűek, és a részletekben van valahol az ördög, tehát ilyen kis rafinált megoldások vannak elrejtve. Nagyon-nagyon jókat mondasz, de nem vagyok rafinált. Sőt, hát a 90-es évek közepén rám ugye a Gaudi, Makovec, Hundertwasser óriási hatással volt a díszítő-építő művészet. Saját házomon is egyedi kerámiák voltak. Ez is egyfajta hangnem. Azóta egész én magam is változtam, vagy fejlődtem, másként látok dolgokat, vagy kitisztultak bennem másfajta képek, és most már tényleg az, hogy kerülöm az üres gesztusokat, üres gesztusnak tartom azt, amikor szerkezet és funkcionális háttere nincsen az adott díszítésnek. Én azt szeretem, hogyha, mint a trafiknál is, hát az a trafik felirat azon a kis betonpengén, az attól zseniális, az egy tartó szerkezet, és közben egy gyönyörű esztétikai elem is. Tehát ma már ezt vallom. Ez nem azt jelenti, hogy csak ez a jó építészet, hanem én ezt szeretem. Nekem nagyon izgalmas a nagyobb vonalúság, és amit te is mondtál, hogy ahol finom részletek meg tudnak rejtőzni, és nem kirívóak, és nem rátettek, hanem egyszer csak észreveszel valamit, ami olyan finoman megjelenik. Most nem akarok példát mondani, mert akkor nagyon belekavarodnék ebbe az egész dologba. Maradjunk abban, hogy nagy vonalúban, tömegben, arányokban gondolkodok, arányok, felületi arányok, ablak és a teljes, az ablak, ahol van annak a felületnek az aránya, a tetőtömege, alépítmény aránya, a kapu, az ajtó, sorolhatnám. Ha ezeket én egyensúlyba tartom, akkor mikor ránézel, az tetszik. És igazán nem attól tetszik, hogy most ilyen kis rózsa, meg olyan kis kütyű van rajta, hanem attól, hogy valahogy ez a ház, ez harmóniában van önmagával.
Hogyha visszatekintünk a múltra, akkor azt hiszem, hogy sokkal könnyebben tudjuk azt mondani, hogy ebben a korban a klasszicista építészet volt a jellemző, vagy a szecesszió volt a jellemző. Ha 50 év múlva visszatekintenek 2016-ra, vagy mondjuk 2010 és 20 közötti időszakra, akkor mi az, ami most ránk jellemző? Tehát mi az, mire lehet azt mondani, hogy ez egy mai kornak megfelelő épület, ez a mi történetünk? Tehát most szándékosan nem ilyen historizáló épületekre gondolok, mert nyilván ez egy másik történet. Hát a tüzébarokk, ezt így hívom. Jó, ez egy jó poém volt, de tényleg. Ezt ti nem szoktátok szeretni, ti építészek. Nem. Abszolút nem. Egyébként nehéz erre válaszolni, mert ha egy általános formanyelvet vagy stílus szeretnénk meghatározni egy adott korra, nem tudna tökéletes lenni. Mert mellette mindig ott vannak azok az épületek, mint a klasszicizmus idejében is voltak az úgynevezett nem építészek, nem értékes épületek, de ott voltak. Tehát én azt gondolom, hogy azt is akkor ezzel talán válaszolva a kérdésedre, hogy az a fajta építészeti minőség, ami valóban építészeti minőséget képvisel, ha ezeket kirakadjuk és megvizsgáljuk, ott egész egyszerűen egyfajta divat, egyfajta trend, egyfajta építészeti stílus nyomon követhető. Ez nyomon követhető, hogy organikus építészeti vonalon, mondjuk a 90-es években, akkor 2000-es években kicsikét ilyen eklektikus, hát nem nevezem ezt a mediterrán szót, mert kimondani sem szeretem, de ez egyfajta eklektikája volt ennek a hagyományos építészet valami megnyilvánulásának. És akkor jött a úgynevezett minimál, ami nem minimál, hanem neomodernnek nevezem, az pedig mostan az elmúlt 5-6 évnek a nagy trendje, nagy divatja, de ezeket mindig valahonnét nekünk nem úgy diktálták, hogy azt mondták, hogy így kell, hanem ami jellemző volt a közvetlen és tágabb környezetünkben, mindig ezt határozta meg. És a világtrendek, vagy az európai trend az egészen lebontható egy falusi kis mai épületre is. De abban tudsz példákat mondani erre, vagy tudsz ilyen épületeket mondani, ami abszolút korszerű? Igen. Én például azt mondanám, hogy ha majd egyszer vizsgálják Dabast, akkor a neomodern követői fognak beszélni a neomodernről. És képzeld el, hogy Rizs Zoltán, a trafik tervezője, két házat tervezett, Dormány Béla házát és a trafikot, ez csak kettő darab épület, de gyanítom, hogy a 60-as évek építészetét a kádárkockáról és a neomodernről fogják meghatározni. Plusz még a középület elnézést, a földhivatal épülete. A trafik tulajdonképpen most már egy fogalommá kezd válni Dabason, és nem csak egy trafikot jelent, nem csak egy épületet jelent, amit ti megőriztetek, és amit fontosnak tartottatok megtartani és megmutatni, hanem egy komoly kulturális színteret is. Ez egy olyan támasz annak a néhány embernek, akik mi ezt csináljuk, ami a mindennapunk része. Tehát minket nagyon sok minden inspirál, és ezeket az inspiráló dolgokat, ha mi megmutatjuk másoknak, és ezzel dolgozunk, ez minket frissen tart. Úgyhogy ez a trafik, amíg mi vagyunk, és szerintem még tovább is, ez biztos, hogy fog működni. És nem pusztán az a 8 négyzetméternyi terület, hanem az a fajta alkotói erő, gondolatiság, ami bele tudunk tenni egy ilyen pici kis kiállításban, olyan erővel tud kisugározni, hála mostani internetes lehetőségeknek, hogy ez egész messze el tud jutni ennek hatása. Sokszor elég valaminek a tudata, hogy van, már tudhatni. Különös dolog egyébként, hogy 8 négyzetméternyi egy kiállítótér. Tehát ha az ember azt mondja, hogy kiállítás, akkor eszébe jut mondjuk a Ludwig Múzeum. Igen, de ez egy utcabútor. Tudod, ez egy olyan dolog, hogy egy ember is csak egy négyzetméter, két négyzetméterű felület, és mennyi mindent tud hordozni magában. Hát így van egy az épületekkel is, hogy az érték az nem méret kérdése, hanem minőség kérdése, és tartalom és gondolat kérdése. A trafik mellett a dabasi buszmegállók országos hírűvé váltak, sőt, hát a közösségi oldalak hatására most már lassan világhírűvé. Ez egy olyan kezdeményezés egyébként, ami az országban ténylegesen egyedülálló. Hogy jött az ötlet, hogy a buszmegállókat kiszínezzétek? Méghozzá nem is akármilyen idézetekkel, mert itt azért nem felütöttétek a, nem tudom, nyolcadikos tankönyvet, és Arany Jánost és Petőfit idézitek, hanem ott van például Kraszna Orkai, aki kortárs magyar remek írónk. Miközben mondtad, gondolkodom, hogy mit is tudnék még ezzel kapcsolatosan mondani, ami új tud lenni, de végig jó érzésem volt, ahogy ezt mondtad nekem, és
Én úgy gondolom, ha az ember arra törekedik, hogy tényleg jó dolgokat hozzon létre, és azok a dolgok, amiket létrehozott, valóban jók, akkor eljönnek ezek a pillanatok, mint most, hogy mi erről beszélünk. A maga a történet elég profán, többször elmondtam. Egyszerűen mi ugye jártottuk a szánkat az elmúlt 10 évben itt a városvezetés előtt, a környezetkultúráról is jött a lehetőség, hogy akkor most csináljunk egy buszmegállót. Dabas egyik helyén, ugye a Bor Imre cukrászda mellett. Csináltunk egy pályázatot, a legjobbat, Balog Ádámét elfogadtuk, és onnantól kezdődött az egész történet, és abból lett ez buszmegálló. Nem részletesen, nem így akartuk, betonból akartuk, sok minden másból nem állt meg közben, kicsit a koncepció is változott, de egy alapvető ötleg, ami egy Sári srácnak, Majoros Zolikának volt az ötlete, hogy a buszmegálló az egy szellemileg holt tér. Tegyük élővé, hogy ott az ember ne unatkozzon, ne a fülhallgatójába bedugott zenét hallgassa, hanem valamit csináljon. Tehát, hogy legyen attraktív, és ő mondta, hogy legyen ott egy amőba játék, és azért van az egyik felületén, lett volna egy nagy szabad felület, ahol lett volna egy amőba játék. Vagy aki oda megy, az játszhat ezzel a valamivel. De mivel kellett az ülőhely, ezért ezt a gondolatot elvetettük, és hát ennek a következménye az lett, miután, most ezt nem részletezem most, hogy miért volt ez, szegecsek látszottak, stb. De lényeg az, hogy eljutottunk oda, hogy akkor hogy adjunk grafikai valamiféle díszítést ennek az egész dolognak, nem is díszítést, hanem hogy tudjuk eltüntetni a szegecseget, amik megjelentek, és akkor jött ez a gondolat. És talán az életünknek az a szakasza volt, amikor nagyon sokat foglalkoztunk komoly emberek gondolataival, és ezeket a mindennapig ma próbáltuk beépíteni, és akkor azt mondtuk, hogy miért ne idézzük ezeket, és ez hál' Istennek, ez így sült ki. És neked, mint édesapának, az, hogy a lányoddal együtt dolgozhatsz, vagy hozhatod létre ezeket a méltán híres városbútorokat, az mit okoz? Hát örömet okoz, és azt mondom, hogy ilyenkor, mikor ilyen visszaigazolások jönnek, akkor úgy mondom, hogy minden olyan hétköznapi kis csata, kis harc, mert az van, de ezt ne rossz értelembe vegyük, az úgy mindig itt mutatja meg, hogy igen, ez jó, hogy ez hogy hálás kell, hogy legyek, hogy ez így alakult, és hogy ez nem volt irányított, ez nem volt semmiféle olyan hatás, hogy direkt én megmondtam, és alátámasztja azt a véleményemet, vagy gondolatomat, hogy nem attól lesz jó a gyerekünk, hogyha megmondjuk neki, hogy mit kell csinálni, mert mi roppant okosak vagyunk, hanem ha mi úgy élünk, hogy az követhetővé válik. És akkor megvan rá az esély, hogy követni fogja, nem feltétlen szakmailag, pusztán emberileg. És itt a nagy érték ebben az, hogy én úgy látom a lányaimon, hogy ők gyakorlatilag emberileg valamelyest követőink, hibáinkkal együtt. De hát ez ettől szép. Egyébként ez érdekes dolog, hogy az embernek, ugye mondják azt, hogyha párok egy munkahelyen dolgoznak, akkor az ahhoz nagyon komoly intelligencia kell, hogy azt tudják kezelni. De az ember egy ilyen családi helyzetben van, hogy a gyermekével dolgozik együtt, aki hát nyilván a világon a legfontosabb számodra, mint édesapa számára, de hát mégis azért vannak súrlódások, amiket kezelni kell. Hogy nem. Én egyébként nem dimenzionálnám túl ezt a dolgot, ez tényleg egy szép történet, de ugyanúgy, akinek talán nem vele dolgozik a gyereke, attól még ugyanúgy lehet a gyereknek is szép az élet dolgai, meg neki is. Ez pedig, hogy most súrlódások vannak, én azt gondolom, hogy sokszor, mikor benne vagyok, nem jó, de amikor vége a surlódásnak, akkor viszont hatványozottan jobb. Tehát akkor az a fajta élmény, hogy a dolgok hogy dőltek el, és nem az a lényeg, hogy kinek volt igaza, hanem végülis a végeredményenek, a közös munkának, az még nagyobb értéket nyer. És ez mind a kettőnek jó. Úgyhogy ezt én természetes dolognak tartom, se jobb, se, egyik irányba se emelném ki túlságosan. Van még egy épület, amiről mindenképpen szeretnélek kérdezni, ez pedig a Gyóni ravatalozó. És amikor először megláttam a képeket, egyrészt nagyon tetszett, másrészt pedig azon gondolkodtam, hogy micsoda szemtelen dolog ez, hogy csinál valaki egy ravatalozót, ami hófehér. Tehát, hogy alaphelyzetben egy ravatalozóról az embernek a fekete szín, a gyász jut eszébe. A szemtelen az itt ez esetben is inkább pozitív jelző az én szóhasználatomban, mint negatív. Igen, ez nagyon jó, most megint valami eszembe jutott, hogy ez felfogó, tehát hogy mondjam, kulturális közeg kérdése, meg gondolatiság kérdése, hogy az adott közösség miként értékeli a halált.
miként érték ki a temetőt, meg magát a ravatalozót, és miközben itt mondta, az jutott eszembe, hogy biztos mindenki látta ezt a kövér embert, Ízé, hosszú neve van. Ő énekel egy ilyen nagyon szép dalt, a Honolulu, Hawaii-szigeteki, és például az ő temetése az úgy történt, hogy ünnep volt, ünnepeltek, vidámak voltak, zenéltek, és a tengerbe szórták szét a hanvait. Tehát ez megközelítés kérdése, hogy magát a halált miként kezeljük. És itt a szín számomra megint csak értelmezés volt, a gondolatnak az alapvető része volt. És nem azért, mert hogy most mást akartam, mint ami eddig megszokott, meg hogy én megmutassam, hogy akkor fú, ez nagyon durranyon, szó nem volt róla. Egészen őszintén az alapgondolatot fogalmaztuk meg, hogy mi történik egy ravatalozóban, hogy utána néztünk, több helyen kutattunk, hogy magyar szokások szerint, keresztény kulturális szokások szerint, hogy a ravatalozónak valójában mi a funkciója, hogy ott mi történik, hogy ki hogy fogja fel, hogy mi történik. Az egy kikötő, oda-oda érkezik valaki, illetve megy el valaki. És az egy emelkedett hely, mert ott veszünk végső búcsút valakitől, akit eddig megszoktunk, hogy mellettünk van, és innentől kezdve már nem lesz mellettünk. Tehát ez egy fizikai térből való, egy spirituális térbe való átjutásnak a küszöbe, és ezért egy nagy jelentősége van. Neked milyen a viszonyod a saját elmúlásoddal? Hát olyan, hogy most nagy a szám, még tudom, hogy egyelőre messze van. De holnap kiderülne, hogy tisztelt Ligetvári úr, ez van. Ebben a pillanatban most ezt elrettentőnek érezném, de nem tudom, hogy utána ezt így érezném-e, és nem, azt sem tudom, hogy hogy fogom érezni. Édesanyámat elkísértem egészen az utolsó pillanatig, ennek ellenére a mai napig is félek attól a pillanatról, amikor nekem egyszer szembesülnöm kell ezzel, nem tudom. De abban bízom, hogy ha a gondolatiságom ilyen irányba változik, fejlődik, hogy én azt természetesnek próbálom meg venni, ahogy Popper Méter sokszor mondta, hogy az élet, a halál az élet része. Ha ezt igazán tudatilag ezt fel tudom dolgozni, van még időm rá, remélem, akkor talán másként fogom én is ezt kezelni. Érezted egyébként annak a felelősségét, hogy ez családoknak egy nagyon fontos helyszín lesz? Tehát ez a kikötő? Igen. Ez megint csak egy jó kérdés, most nem tudom, ha egyszer mondom, de tényleg, ez egy felelősség. És nekem a hitem megvan abban, hogy bármennyire sokan voltak jó páran, akik úgy ellenezték, meg miért így, meg miért úgy, ma már hál' Istennek nem hallok ilyen hangokat, vagy nem jutnak el hozzám, de én hittem abban, hogy megkönnyítem a búcsúzóknak, a búcsúztatóknak a helyzetét azzal, hogyha nem nyomasztó környezetet alakítok ki, hanem egyfajta reményt mutatok, fogalmazok meg, hogy igen, van remény, hogy az, akit én szerettem, az nem megszűnik létezni, mert egyrészt a lelkemben lesz, másrészt meg van egyfajta szellemi, spirituális folytatás az ő létének. És ha ezt meg tudom fogalmazni formában, térben, színekben, akkor én úgy gondolom, hogy nekem hinnem kell ebben, én ebben hiszek, akkor úgy gondolom, hogy igenis segítettem embereknek, és akkor a felelősségemmel nem visszaéltem, hanem éltem a felelősségemmel. Az elmúlás, mint hogyha neked valahogy különösen fontos lenne, vagy legalábbis a temetkezési helyek, mert van itt Dabason még egy temetkezési hely, aminek a megőrzésén évek óta dolgoztok, és komoly erőfeszítéseket tesztek. Mi az, ami neked a muníciót adja arra, hogy ezekért a helyekért küzdj? Mert megtehetted, van elég munkád, megtehetnéd azt, hogy azzal foglalkozol, ami a te szakmád, ahogy ezt teszik nagyon sokan. Nem tudom. Elmondhatok valamit, ez most jutott eszembe, hogy még ide tartozna. Tényleg, valóban így vagy, engem különös vonzalom köt a temetőkhöz. Én 18 éves voltam, mikor én mindig zenebolond voltam, és akkor már nekem egy ilyen helyi neppertől Salgótarjánban minden olyan lemezem megvolt, ami más nem is hallott, és akkor hallottam össze a King Crimson együttesnek az Epitaph című dalát, és én ott ültem, hallgattam, és éreztem, hogy egy temető jelent meg, a Zagyva pálfalvai temető jelent meg előttem is, hogy ott engem visznek föl, oda a családom mellé eltett. De nem, ez nem tragikusan éltem meg, csak ez olyan emelkedett tétett. Annyira hihetett, hogy olyan érzés sugalt, hogy valamiféle utat kísér ez a zene, és képzeld, eljött az idő 51 éves, amikor lefordították nekem az epitaphot, és a sír felirat az epitaph jelentése, ezzel soha nem is foglalkoztam, utána nézhettem volna, és a szöveg is erről szól, az útról, az egyik oldalról való egyik oldalról való a másik oldalról átmeneti útról. És mikor ez a ravatalozó munka
mert megbízást megkaptam, nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy ha itt egyszer lesz egy átadó ünnepség, akkor szeretném a koreográfiáját is megcsinálni, és ahol ennek a zenének szólnia kell. És a legnagyobb élmény az volt számomra az átadáson, amikor megbeszéltem a zenét kezelő Hetényi Ferivel, hogy legyen ennek egy koreográfiája, az a feltolófaj, ami magát a ravatozó teret nyitja meg, az erre a zenére nyíljon meg, de annak is a különböző részeire. És nekem ez egy, ha valami életem legnagyobb pillanat, akkor ez volt. És hogy kapcsolódik az a kérdésed, hogy a temetőkkel való viszonyom, nem tudom, lehet, hogy nem véletlen volt, mert nem a halálra készültem itt 18 évesen, de valahogy nekem ez a fajta közeg, lehet, hogy mert mozgat belülről a tudattalanomat, hogy igenis tanuljam meg, vagy ismerjem meg a következő, tehát ezt az egész spirituális létet, ezt a szellemi létet. Lehet, hogy ez az, ami köt ide. Hogy vagy gyakoroljam azokat a kapcsolatokat, hogy itt igenis nem eltűnt emberekről van szó, hanem valahová, máshová átment lelkekről van szó, aminek itteni nyomai vannak, és ha azzal nekem van lelki kapcsolatom, az nekem jó. Hogy miért, abban most nem menjünk bele, mert nagyon szívesen beszélek, de szerintem nem akarok kifutni az időből. Tehát valami ilyesmi, nekem van egy lelki kapcsolatom érzése, amikor egy temetőbe kimegyek. Köszönöm szépen!